Emlékszel, mikor még volt életed, mikor még nem hordoztad magaddal mindenhová a zsebedben a netet. Feladtad önmagad, beálltál a sorba, minden egyediséged ott hever a porban. Klónná lettél, és eladtad a lelked, csak hogy megfelej pár klónozott egyednek. Elmesélek nektek egy tanulságos történetet, ami pontosan itt kezdődött. Na, akkor mi lesz a vacsora? Hát, nem hoztál semmit? Nem te hívtál meg engem? De! Várj! Rendelek egy pizzát! Fú, mi ez az ízé ott a kezedben? A mobil. Én ilyen emberekkel nem mutatkozom. Úgy éreztem, a világ megváltozott körülöttem, és én lemaradtam. Még 10 percetek van befejezni a vizsgát. Hé, hey, mit csinálsz, te piros pólós? Semmit. Puskázol, mi? Nem. Mutasd csak, mi van a kezedben! Semmi. Te papíron puskázol! Használj legalább okostelefont, te ügyefogyott! Ja. Ekkor határoztam el, hogy most már én is veszek egy okostelefont. De jó néz ki! Kösz képet, tesó! Kösz. Hamar megtanultam, hogy a mobil meghatározza az embert. Annyira, hogy nem is érdemes zsebre tenni. Így lesetettem napokig, hetekig, sőt hónapokig. A tesód már egy éve nem frissítette az adatlapját. Mi? Nekem van testvérem? Ja! Sikerült a vizsgám! Ja, persze, elfelejtettem. Kösz. Tűz van! Gyere, meneküljünk gyorsan a házból! Hagyjál már! Hadd szentvizzek egyet a tűzzel! Kisfiam, légy szíves, gyere el segíteni! Mindjárt, apa! Csak befejezem ezt a kört! Apa? Ekkor már tapasztalt függőként éltem az életem. Jó, hogy tesó, hallod, hívja a mentőket? Mi? Te telefonálásra akarod használni a mobilod? Hát én segíteni akarok. Ez az ember telefonálásra akarja használni a mobilját. De most akkor hívjak mentőt, vagy nem? Várj, előtte lőj egy képet rólam. Bárcsak több időt tölthettem volna a mobilommal. Mindjárt megáll a szíve! Mit csináljak? Megvan! Nem sokon múlt, de túléli. És ekkor volt az a pont, amikor rájöttem, hogy változásra van szükségem. Egy nagyobb mobilra! Már is jobb. Pár nappal később pedig meghoztam életem legfontosabb döntését.
Sziasztok! Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, bár valószínűleg már nagyon sokan láttátok, hiszen a Kimityuk versenyére a döntőre készült, ahol végül 7. helyezést értünk el, több mint 370 indulóból, úgyhogy ez egy nagyon szép és jó eredmény. Nagyon szeretnénk megköszönni azt a sok szavazatot, támogatást, amit a verseny alatt kaptunk tőletek, és hát reméljük továbbra is minél jobb és több videót tudunk nektek gyártani, úgyhogy tartsatok velünk, sziasztok!